Tisztelettel köszöntök mindenkit, ez itt a Gap sorozat második része. Na hát, előző részben ugye kicsit így a srácokkal dungeonoltunk, úgyhogy gondoltam ma egy ilyen egyedül leszek, úgymond. És kicsit itt fejlesztjük az infrastruktúrát, meg körbe mutatom, hogy hogy állunk itt a bázissal, ugye Drexcorp is szokott itt rosszalkodni. Na már nem sokat, mert tudja, hogy ugye videózok, és ő ezt tiszteletben tartja. És nem rohan előre itt a technológiával. Nem tudom, live-ba láttátok-e, hogy ő ide mit csinált. Ez egy érdekes kis szerkezet, ezt én is csak pislogtam, mint halaszatyorba, hogy mi ez. Nagyon fasza, berakott ide egy ilyen timert. És ugye, hogy nézem, 4,5 szekundumonként ugye lead egy resztó élet, hogyha ez itt be van kapcsolva. És annyi, hogy ugye ezt júzolja, és ki ugye így nyomja ki az ingotokat, és innen egy transfer nóddal ide ebbe a chestbe be van vezetve az összes ingot. Tehát, hogyha ezeket most innen kiveszem, és ide ugye bedobom, copper, akkor szépen ez itt beolvad, ez itt most megy, ez itt klikkelget. Ez olyan, mintha ugye jobb gombbal ugye rányomnál erre, és szépen kijönti az ingotot. Na, modpack hírek gyanánt, ja meg ugye ezt is megépítetted, de ezt majd mindjárt erről beszélünk, mert ezzel szeretnék ma foglalkozni. Ugye modpack, bekerült a mechanizm, úgyhogy aki befrissíti a modpackot, az meg fogja találni. És úgy csináltam, hogy mechanizm tools, mechanisms generators, és mechanizm... Mechanizm. Ja, szóval benn van minden. Úgyhogy most lehet majd őrültködni a mechanizmmal, én is szeretnék mindenképpen generátort, ilyen szolár generátort, mert minden. Majd az űrbázison jó lesz. De ezt most azért nem akartam ennyire leszpoilerezni, de muszáj volt. Na, akkor szerintem ugorjunk neki ennek a Flexburst Steam Powernek, és első körben én a ruhát szeretném megcsinálni, mert az rohadt fontos. De megmutatom, mit csinált ide Drexcorp. Na, aki nem ismerné, Flexburst Steam Power ugye gőzzel működik, és hát a gőzt, mint folyadékszerűségként kell tárolni, de annak van ugye egy nyomása, és egy bizonyos nyomás, tehát a folyadék az ugye megtelik a tartály, az meg van telve, az kész. Na most a gőzzel, hogyha megtelik a tartály, akkor faszán főrobban a francba. Ezért ugye lehet csinálni ilyen steam gauge-t, ugye, az a gauge, az gauge-nek mondjuk. Baromi egyszerű megcsinálni, egy kompassz meg brass nuggetet kell körberakni, és akkor bármire rárakhatod, tehát csőre, rárakhatod közvetlen a boilerre, vagy a steam tankra, és akkor ugye az méri, így mutatja, hogy mennyi, mekkora nyomás. Ez gyakorlatilag, ez a steam tank, ez majdnem tele van, plusz még ez is majdnem tele van, úgyhogy gőzünk az most viszonylag elég jól van. Na, a következő még ez a steam heater, amit szeretnék nektek megmutatni. Ez itt van. Az is viszonylag egyszerű. Pipe, brassingot, furnace, meg copper nugget. És ez a steam heater, ez annyit csinál, hogy gőz segítségével a sütőt úgymond ugye fűti. És hogyha beleraksz valamit, ami most nincs nálam semmi, amit ki lehetne sütni, de megmutatom. Na, ez meg itt már beol. Ó, már beol, már ki is öntötte. Na, ennyi. Itt vannak az ingotok. Na, ide bekerültek. Na most nézzünk valamit, amit ki lehet sütni. Ez most csak ilyen gyors talpaló annak, aki nem ismerni ezt a modot. A chestjeimben kupi van, de hát ez szerintem ez már ilyen alapbeállítás nálam. Ah, mondjuk itt van raw beef. Na, ezt a raw beefet ide bebaszarintjuk. Mondjuk ebbe a tütőbe. Szépen ez ugye égés, tehát ilyen anyag, na, szóval fűtő anyag nélkül ugye elkezdi sütni a húst. Meg hát ugye bármit, amit sütni lehet, és akkor érdekes, mert ugye steamed beefet kapunk vissza, nem pedig rendes sütni, tehát ugye azt is figyeli itt a cucc. Na hát egyelőre ennyi, tehát van, ja még ez, Archimedes screw, ez gyakorlatilag annyi, hogyha egy vízblokk mellett, tehát az most mindegy, hogy körbeveszi, az a lényeg, hogy előtte közvetlen legyen egy vízblokk, vagy bármilyen folyadék, láva, vagy akármi, és fölülről ugye, vagy alulról, vagy oldalról kap gőzt, akkor ugye ez egy ilyen szivattyúként működik, és ez egyébként tök jó, meg is van animálva, de hát most mivel ez tele van, azért az nem megy, de hogyha ez megy, akkor így meg van animálva, és szépen így forog körbe-körbe, és szívja föl a vizet, és a fontos, hogy a lentebbi részéből a föntebbi részébe tolja, tehát mindig ebben az irányban megy a benne a folyadék.
Na, hát ezt nem tudom, hogy videóban láttátok-e már, hogy ezt így teljesen izéltem, ugye így befalasztam, mert így gyakorlatilag építkettünk egy ilyen börtönt, ugye, mint sokan mondtátok. Mindegy. Az a lényeg, hogy most így állunk, ugye Dungeonből esett nekem ilyen steel cucc, de hát ezt nyilván le fogom cserélni most erre, és hát szeretném megcsinálni a videóban ezt a Steam-es mókát. Nem tudom, erről backpackről mutattam el, most szívtam bele föl lávát ugye ezzel a kis hózzal. Ezt shift tekerentyűvel lehet állítgatni, és akkor így iszik. Tehát gyakorlatilag ugye lehet felszívni vele vizet. Így. Jaj, csak most nem tud valamiért. Miért nem lehet? Hoppá! Igen, így kifele nyomja a cuccot magából. Jó van, sikerült ide csinálnom egy obszidiánt, nagyon ügyes vagyok. Igen, mert ugye láva van a tankba. Na mindegy. Az olyan, hogy ez ilyen kis cucc. És akkor ezzel lehet, így van, drink mód, suck mód. Suck módba lehet, oda mész mondjuk a lávahoz, vagy valamihez, jobb klikkelsz, és felszedi a táskádban lévő tartályba, felszívja a folyadékot. Jó, na, neki szeretnék állni a Exosuit legyártásához. Nem annyira bonyolult, viszont azért annyira nem is egyszerű. Ugye ezeket meg kell csinálni, brass plate, brass piston, és egyébként gyakorlatilag mindegyikhez kell ilyen piston, úgyhogy először ezt. Ahhoz meg kell pipe. Jó. Hány piston kell? 2, 4, 6, 8. Jó, 8 darab piston. Kell egy vagon cobblestone hozzá, kell hozzá 8 darab vas. 8, kell hozzá redstone, egyébként abból, ha jól emlékszem, azért olyan borzasztó sok nincsen. Meg kell hozzá némi fa. Fám az ilyen kevés van. Most kajak, el kell menjek és vágjak fát. Ne bassza már meg. Igen, mondjuk rengeteg chestet csináltam, mert egyébként, ja igen, a pakból én, amikor először összeraktam, kimaradt az Iron Chest, de azt már pótoltam, ugye a frissítéssel már belekerült. Úgyhogy most már az is van, most azt nézem, hogy tényleg csak az egy, hát, mondjuk ez az eukaliptusz, ez jó lesz egyelőre. Ja, gyönyörű rózsaszín, szóval frenetikusan ronda. Mindegy, jó lesz, egy Barbie színű lószar. Jó, és akkor ugye ezt ide berakjuk, ezt ide, akkor fordítva. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piszton. Na, oké. És akkor mi kell még ehhez a lószarhoz? Kell hozzá brassingot és pipe, de meg jó. Az a jó, hogy működik. Mindjárt mutatom, mivel. Ugye van brass ingot és brass plate. Na most azért jó a plate, mert az gyakorlatilag mindenhez jó. Ó, van itt pipe, nagyon jó. Most kajak nincs brasszunk, hogy mi a szar? Ja, de itt van, jó. Tehát a brass plate az úgy néz ki, hogy amikor ide bekevered, ugye most a plate öntőfor van benne, akkor ugye bekevered és öntögeted, akkor a három darab kopper, egy darab cinkből lesz ugye négy darab ingot, viszont hat darab plate kijön belőle, tehát magyarul másfélszer annyi plate jön ki, mint ingot, és viszont a plétet is majdnem minden recept ugyanúgy elfogadja. Gondolom van olyan, amihez csak az ingot jó, de hát mindegy. Jó, tehát akkor csináljunk, akkor mi kellett? Pipe, ugye? Csak. Aha, pipe meg a izé. Na, akkor csinálunk még néhány pipe-ot, mondjuk egy adagot. Jó, ez 6, és 8 kell, ugye? Éj, basszus. Akkor szerintem elhasználom rá a... De nem. Ezt először. Jó, még egy adag. Oké. És akkor így. Az elég drága lesz. Igen, rengeteg... Ez hogy kell? Ja, cső. Oda megy a cső. Na ne basz, pedig jól csináltam. Brassingot és pipe és piston. Pipe. Jaj, ez a Tinker's Constructos. Ó, nyavaja. Bocsánat, ezt elnéztem. Akkor viszont ebből lehet, hogy nem is lesz olyan sok. Ajaj. Akkor nincs is több izém. Jó, semmi gond. Megyek és akkor meg is mutatom, hogyan kell, és akkor felvételen kívül gyorsan gyártok egy keveset.
Alumínium, iron, szedtem én cinket. Hol a tózba vagy? Alumínium, cink. Ah, egyébként van egy csomó alapanyagunk, tehát semmi para. Most azt akarom megnézni, hogy esetlegesen lehet-e itt duplázni. Hát nem. Jó, akkor ezt valószínűleg ki kell sütni, úgyhogy ide beverem neki. És akkor hogy szépen kisütjük ingottá, mondjuk ezt így. Ezt akkor ide. Na, hát akkor ez ilyen, ezt nem lehet duplázni, úgy tűnik. Jó, akkor mindjárt visszajövök, amint ez itt kisült. Na, egyébként ebből nem kell sok, úgyhogy ezt már is szedem kifele innen. És akkor lehet ugye ide berakni. Ugye a keverési arány az 3-1. Mondjuk még van is benne, úgyhogy ezt gyorsan még kiönteném belőle. Ugye ezt be kell csukni, azt ugye ráöntöd. Aha, akkor már nagyon kevés van az alján. Jó, mindegy, akkor 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, így mi. Akkor szépen lehet öntögetni. Ez baromi unalmas. Na de jó, hogy rossz helyre esel. Úgyhogy ezt sem fogom most a videóban húzni vele az időt, mert nem szeretem az olyan videókat, amiben ugye az unalmas dolgok történnek. De hát ezt is most megmutattam, na. Jó, úgyhogy én előtt elöntögetek egy ideig, aztán majd találkozunk. Na, hát eddig bírtam, 47 plét lett. Elég idegesítő, ezt majd valahogy kitalálom, hogy lehetne automatizálni faszán. Na mindegy, egyenlőre. Azt mondja, hogy tehát akkor kell nekünk még mindig ilyenből 8 darab, és mennyi van? 2? Jó, hát akkor így, és akkor alulra meg a pipe-ok. 2, 3, 4, 5, 6, úgyni. Jó, na azért maradt 30 darab. Jó, és akkor nugget is kell, amit ugye úgy lehet csinálni, hogy öntünk ki. Aha, szerintem öntök ki ízébe. Öntök ki ingot formát, és akkor azt becraftolom nuggetnek, ha megtalálom az öntő formáját. Hey, látom, Draskorp volt már Inscriber presszér. Nagyon jó, ez boldogság. Igaz, hogy nincs meg mind a négy, de mindegy, egyelőre elég az. Na, keresem az öntő formát, a hozzávalót, de nem biztos, hogy meg lesz. Itt van egy blank. Akkor azt átcsinálom ingotosra. Ugye azt még itt hagytuk, ezt az asztalt. Akkor jobb klik, lehet nuggetet is, meg ez a plétes, és akkor így az ingotos. Jó, lehet most egyenként nuggetet önteni, de nem csinálom azt. Most akkor shift-jobb klikkel ki lehet szedni, és akkor bele ezt. Jó, cink, az még van egy, az most elég lesz. Kettő, három. Bazd meg, nem azt, na azt bele ne olvadjál. Hogyni. Oké, és akkor szépen ugye ugyanúgy kiöntünk egyet, ami immáron ugye brass ingot, nem pedig izé, nem pedig plate. Jó, és akkor így. Nem tudom, hogy szerintem nem lesz elég, öntök még gyorsan. Még mondjuk kettőt. Úgy láttam, hogy ugye mindegyikhez szinte kell nugget. Egy. És akkor még egyet. Nagyon jó. Öröm és bódottá. Oké, és akkor szépen itt szétcsesztetem. Nagyon jó, van 27. És akkor neki lehet ugrani, mint bolond gyerek az anyjának. Nézzük, ezt be tudjuk. Egyszer. Kell egy gécs hozzá. Nagyon fasza. Ez mi kell? Vas meg redstone. Az van. Még szerencséd van, hogy van. 4 darab. Oké. Na, azt mondja, hogy így. Kompassz. És akkor mehet ez a lószar, úgyni. Ez is megvan. És melyikhez nem lesz elég alapanyagunk. Ez megvan. Food piece. Na, most mi van? Zsír. Na, meg lett mind a négy. Cuccos. Szépen ugye fel is tudjuk venni. Most egyelőre ugye nem történik semmi. Mert az egyik az, hogy nincs benne se Steam, meg se semmi se. Kell nekünk ez egy olyan,
hogy engineering table, ez, ugye ezen lehet megcsinálni iron plate, nagyon jó, mert azt ugye azt is ugyanúgy ki kell önteni. Hol van az ironom? Vettem ki, ja, de csak eleget vettem sajnos. Úgy mi? Ugyanúgy ki lehet önteni egyébként plate-nek az iront is. Úgyhogy mondjuk ide beledobjuk. És akkor így. Elbasztam. Jó, tehát akkor a plétes öntőformát belerakjuk. Oké, és akkor még egyszer. Nagyon jó, mehettek vissza. Úgy. Na jó, van, megy ez, mint az ágyba szarás. Úgy, oké, még egyet. Please. Thank you very much-kát. Hogy szokták mondani az angolok? Az angol nők szokták így mondani, thank you. Rohadt idegesítőek amúgy. Sikítva szaladnátok. Na. Oké, ez is megvan. Na most ezt szerintem valahova lerakom. Ez is olyan, mint a Power Armorhoz való ilyen cucc, csak hát ez egy kicsit nem annyira fejlett. Na, ehhez elméletileg kell nekünk olyan, hogy tank. Nézzük csak meg azt a... Már pontosan nem emlékszem, de azt hiszem sima tankot bele kell rakni. Tehát egy steam tankot, és akkor ugye tud majd tárolni némi gőzt, és akkor ugye az nekünk jó lesz. Igen, tank kell, az biztos. Egyik helyre. Ja nem, igen, csak nem a fejesbe, hanem a exosuitba. Így van. Ide kell a tank, és akkor már is ugye megjelent alatta, hogy mi a helyzet. És következő, kell nekünk még olyan, hogy nem emlékszem a nevére, ez is kell, ez a steam filler. Nem túl bonyolult a recept, azt is megcsináljuk gyorsan. Az kell még sajnos cső. Így volt? Ha, így. Ugye ez az az ilyen, ez az a kis töltőállomás gyakorlatilag, ugye amivel meg lehet tölteni majd a ruhát. Ezt most ki is próbáljuk. Így most visszakerült rám, nagyon jó. És úgy nézek ki, mint egy kibaszott maja a méhecske. Nagyon gyík. Ezt alulról kell meghajtani szénnel már. Azon gondolkozok, hogy spóroljak én. De hogy spórolok, van egy csomó cuccom. Igen, mivel ez zárt rendszer, így nem jó, hogyha kinyílik. Tehát, hogyha ugye elengeded a gőzt, akkor az el is megy a picsába. Jó, még van elég. És akkor szépen erre föl lehet rakni a kis chestünket. Jó, ide jövünk, jobb klik. És szépen ugye elkezdi tölteni, látszik a kis particle effekte, hogy így tölti bele a gőzt. Szépen amúgy le is zabálja rendesen, hogy hozok bele szenet. Már nem jó, hogyha elfogy. Meg kellene majd csinálni a fejlettebb ilyen ezt a flash boiler komponentet. Abból egy ilyen 2x2-es multiblokkot kell építeni. Az is ugyanúgy sima boiler. Tehát ugyanazt csinálja, mint ez, csak mit tudom én, fele annyi szénből 16 000-szer annyi gőzt előállít. Tehát sokkal jobb. Na és akkor már is ugye, hogy megtöltöttük leveg, vagy mi az már, gőzzel a ruhát, már is ugye rohadt gyorsan futunk. Na, jó, de hát most ez a gőz még kevés belőle, úgyhogy még tegyünk. Elkezdek ide pakolni egy kis szenet. Túl sokat nem szabad, mert ugye fölrobbanni nem szeretnénk. Ez a sheep, ez a steam whistle, ez annyit csinál. Na, elindult közben az Archimedes lónyál is. Ugye ez a whistle, ez annyit csinál, hogy amikor már túl nyomás van, akkor elkezd ugye visítani. Na, hát igen, ez sajnos ez a sima boiler, ez elég lassú. Meg a ruha, meg rengeteg gőzt vesz föl. Na, tegyem már vissza, ne legyek már béna. Majd közben megnézzük, hogy még miket kell megcsinálni. Van itt nekünk olyanunk, hogy thrusters, az azt hiszem nem is az kell nekem, hanem a steam jetpack. Egyébként ez is baromi egyszerű a recept, gauge kell hozzá, brass plate, meg pipe. Na, ezt közben visszaveszem, mert szerintem... Nem, most már telítöltem, rohadjon meg. Jó, közben összeszedem, hogy mi kell a cuccokhoz, lehet, hogy majd megint itt kell egy kicsit átcsarognom itt a kiöntős lószar mellett. Sőt, biztos, hogy ott kell megint állnom egy csomó ideig. Úgyhogy szerintem mindjárt én akkor le is állítom a felvételt.
és gyorsan öntök még ki egy jó nagy adag, ugye ehhez kellő cuccot, még mindig nincs tele. Aha, hát ez itt lefeküdt. Összerogyott, mint az acskós tej. Az a izé mérőke. Ezt mindig itt próbál utána menni a gőz felvételnek. Igen, mondom, ez rengeteg gőzt felvesz az a ruha, úgyhogy ezt most le is veszem. Hát gyakorlatilag tele vannak. Jó, és akkor ugye ez alapból adja ezt a gyors futást, viszont ugye repülni még nem tudunk. Ahhoz kellenek a thrusterek. Ez a fall assist, ez nyilván ugye arra való, hogy esést ugye csökkenti a fall damage-et. Ez nem tudom mihez van. Accelerator. Na, ezeket viszont nem tudom, hogy mire valók. Tudom, hogy ugye ez kell nekünk, ez a thruster is kell, ezt ugye a gatyára kell rakni, és akkor még gyorsabb leszel. Power Fist. Na, ezeket nem ismerem, ezeknek majd utána nézek. Azt tudom, hogy ez ilyen, ugye Steam-mel hajtott ilyen ásó, tehát ezek is vannak benne, ugye külön ilyen szerszámok, amik ugyanúgy Steam-mel mennek, és az be a töltőállomásba kell ugye tölteni őket. Na, viszont akkor egy pillanat, és csinálok még ilyen brass lómájat. Na, elméletileg megvan hozzá minden. Legalábbis azt néztem. Nézzük, Steam Jetpack. Így van. Na, zsír. És akkor ezt is ugye fel tudjuk szerelni ugyanúgy a ruhára, mint az összes többi cuccot. Így, ni. Na, fenn is van. Van jetpackünk, ami annyit takar, hogy szépen én ide kijövök. Ugye a házunkból nem egyszerű kimenni, tehát ugye... Na, és zsír módon repülünk, mint állat. Be tudunk egy kicsit gyorsulni. Na most a thrusters is valószínűleg arra kell majd, hogy ne legyen az, hogy ilyen lassan repülünk, mert azt szerintem az fog minket majd előre vinni. Nézzük már meg, hogy ahhoz mi kell. Azt mondja, hogy thrusters. Ó, ez is jó drága. Mennyi csövem van? Van kettő. Várjunk csak. Szonja, hogy thruster, két cső, meg csak brass plate, meg izé. Ha, azt is meg tudom csinálni, zsír. Na, gyorsan azt is megcsinálom. Most akkor azt is kiprószáljuk. Nagyon jó, ezt én úgy emlékszem, hogy a gatyára kell felrakni. Így van. És akkor nézzük meg, hogy nézünk ki, hogyha ezt visszaveszem. Még mindig ilyen maja a méhecske effektus, de most már ott látszanak a thrusterek is ott a seggünkön. Nagyon kemény amúgy. Most azért már egy ilyen kis robotzsaru style is benn van. És akkor ugye elvileg a thrusterek is ott segítenek valamiben, csak azt nem tudom, hogy lehet gyorsan repülni. Hogy ez ennyi? Mondjuk nem rossz azért. Mondjuk azért egész jól repül. Nem úgy, mint egy izé, power armor, de azért elég fasza. Na, és akkor ugye lehet majd ezt mindenféle anyaggal, tehát itt látszanak ezek a plétek. Ezekkel a plétekkel lehet őket szépen vibranta, de durva. Ugye azért ender eye-os vibrant izével lehet. Be lehet így vonni, ugye, tehát így bepáncélozni, és akkor ugye annál nagyobb védettséget ad, minél erősebb ilyen plate van rajta. Hát ugye van a gold, iron, copper, azt gondolom a legszarabb, akkor van brass, terra steel, tehát ugye a mod azt így érzitek, hogy a botaniával kompatibilis, és a vibrant az pedig a, ugye már mondtam, az ender eye-é. Nem tudom, mennyire jó az az iron. Ja igen, így különféle ilyen izéket ad. Tehát különféle ilyen módosítókat, tehát hogyha megnézitek a copperből csinálod, akkor ugye exhaust effect, blast protection, van itt ilyen projectile protection, extra experience, fire protection, increased health, az mondjuk azért elég durva, spawn pixies, azt nem vágom mi, knockback resistance, teleport when hurt. Szóval, ja, elég keményet lehet belőle csinálni ebből a exhaustból, de egyelőre nekem még ez is jó, hogy van valamennyi kis védettség, meg hát azért tud repülni. Tehát azért az elég király. Steam-mel is egész jól szokta bírni. Na, nagyon jó, megnézzük, hogy állunk felvételi idővel. Na, hát szerintem elérkeztünk a rész végére, most már úgy nem sok mindenbe fognék bele. Felvételen kívül még majd tervezem gyártani ezt a Breast. Annyit fogok csinálni, hogy ugye abból gyártok. Meg megnézem, hogy mit érdemes még rárakni a ruhára, majd annak kicsit utána járok, és akkor... Ja. Na, jó, köszönöm szépen a figyelmet, amennyiben ugye tetszett a videó,
lájkolni. Ne felejtsétek el, mert most már kezdek tényleg ilyen lájkvadásszá válni. Ja, úgyhogy ennyi. Jó, a pakra meg ugye figyeljetek a frissítéseket, mert ugye lesz sokszor ilyen konfigos frissítés, meg mit tudom én, tehát mielőtt indítjátok. Ja, és amit akartam még mondani, hogy el ne felejtsétek a Technic Launchernél beállítani azt, hogy mekkora, tehát hogy mennyi memóriát adsz a paknak, mert eléggé meg tudja zabálni azt az egyet, amit alapból ad neki a Technic Launcher, az kurva kevés. Jó, úgyhogy sziasztok!